Néhány utast szállít csupán az egyik végállomásra érkező busz Szexádon, és ez nem feltétlenül csak a koronavírus járvány miatt megcsappant forgalomnak tudható be. 2010 óta tart ez a csökkenő tendencia, állítja a fidesz kdnp szexádi frakció vezetője. Ez a menetrend, amióta elindult, azóta folyamatosan megy lefelé az utas létszám. Tíz év alatt felére csökkent a busszal utazók száma Szexárdon a Bolán hivatalos adatai szerint. Évről évre egyre kevesebben választják a közösségi közlekedést a Tolnai megyeszékhelyen. Ezen változtatna a Fidesz frakció, mivel a kihasználatlan buszjáratok sok pénzébe kerülnek a városnak, ugyanis az üres járatok után is fizetni kell. Évek óta fizetjük a mínuszt, mindig egyezkedünk, elodázzuk a fizetés, részletfizetést, de mínuszt termel a tömegközlekedés, és az a javaslatunk, hogy a menetrendnek az átvizsgálásával, a fölösleges járatok megszüntetésével vagy ritkításával realizáljuk egy kicsit a helyzetet, azon kívül tegyük ingyenes a tömegközlekedést. Máté Péter frakcióvezető azt mondja, eddig évente 150 millió forintjába került a buszos közlekedés a városnak. Valószínű, ezzel a lépéssel sem kerülne többe szexárnak a közösségi közlekedés biztosítása, miközben feltételezhetően többen választanák a buszt. Ezért arra kérik átsező polgármestert, hogy tegyen lépéseket az ügyben.